Sziasztok, Alex vagyok, és folytatjuk tovább a online draftos sorozatunkat. Felállások nép van a legjobbak megint. 4-5-1. Sose azt láttam, 3-5-2-t, azt még párszor. 4-4-2-t soha. Ezt is egyszer, itt nincs szélső. Vagy ez, hát akkor 3-5-2 mondjuk. Pauléta. Nem Pauléta. Mellé egy 89-es Mertens. Ide. Lejjen le már. És akkor megcsináljuk ugye a legendát Mertenszel. Ide. Hát ez nem tudom milyen szar választás lehetőség, akkor Casti, ezt a Casti Léhot. CDM. Schneider Lin. Vagy Kabály. 41. Lenne Schneider Lin. Másik CDM. En Zonzi. Tökéletes. És kamu még egy legenda. Ha? 58. Akkor Eriksen lesz. Nézzük az egyik hátvédet. Hát David Luiz. A másik pedig Sakho. Még a Enzonzival is összhangban van. Ide pedig egy 85. Hát Ramos. Aha, oké, és akkor kéne nekünk egy nem, mit teszem, Viktor Wilders. Hát, sem még se jó. Jó, hát akkor lejön a Carrasco, mert az még összehangban van a Sakhoval. Kéne egy jobb bal szélső. Perisic. Jó, elment le a chemistry. Alderweireld, vagy Neymar. Neymar. Következő ott a izé. Record Breaker Ronaldo. Egy Hazardot mondjuk bedobhatná, egy Hazardot. Nem akar, akkor Royce. Nem Willian. Ó, kaptunk egy Turét, illetve egy Hazardot, lejön a Hazard. Jó, Silver. Guardado, James. James. Nem vannak jobb játékosaink. Hát... nem tudok választani. Kokulán, mert már van két CD-em, akkor lejön a rating. Hummels. Hát ez... szar, és egy jó kapust. Hát nem dob be. Nem dob be jobb kapust.
Egy 9-es összehangot tudunk kihozni. Ratingben szerintem lesz vagy 8 vagy 8. Akkor még kijön itt Dani. Nézzünk egy olyan edzőt, aki hárommal feltolja az összhangot. 98. Hát akkor jön ez a szemüveges csávó. Szárnyalatváltos draft. Na, egész jó draft lett, szerintem. Kapus lehetett volna jobb is. Majd be fogjuk hozni a Ronaldót. Gondolom, szerintem a Paulét a helyett, és minden meg a Neymart. Úgyhogy kezdjük neki a draftnak. Ez levinné 7 chemistry-vel. És reméljük minden a német meccset. Hát, akkor nehezen is, de be fogjuk húzni, remélem. Úgyhogy kezdjünk is neki. És sikerült megnyernünk a draft döntőt 3-1 arányban. Egy nagyon nehéz meccsen, ugyanis az ellenfelünk sokáig tartotta a meccs, sokáig tartotta a meccsbe a csapat. Tehát ugye is 2-1 volt, majdnem egy teljes meccsig. Hiszen így a 20. perc, 30. perc körül lett 2-1, és ennyi volt a 9. percig, ahol lőttünk milyen gólt. Úgyhogy 18-ból 13 nekem, neki 6-ból 5, tehát ezt be kellett húznunk. Ő vezetett Aspas góljával, behúzza, lefelé viszi, nem megyünk rá és belövi szépen laposan a hosszúba. Jó, 24. percben kiegyenlítettünk Ronaldo golyával, és közéjött a csávó, majd mindjárt mondom, hogy mit. Nézzük, jó, a visszapaszt és ballal a rövid. A rövid felső középsát, ilyen közép magasságba bement. Egy, és rögtön 27. percben lőttünk még gólt. Bent ezt megtoljuk, lőtt passz, mindjárt, és szép gól. Aztán sokáig nem volt gól, most például kihagytuk Ronaldóval a helyzetet. Fölérúgtuk, illetve Mertens-e volt egy kapufánk. ...75-be védenie kellett a kapusunknak, nézzük meg. Illetve az ő kapusnak is védenie kellett. De sokáig ez volt az eredmény, mert de itt tényleg egy csomót védett a kapusa. Perisic. Még itt is. Még így csak sikerült eldönteni a meccset, ezt is kifogta hosszúról a kapus, és akkor egy ilyen gólt döntöttük el a meccset. Hát, nem is tudom milyen gólt, de a fejes, hát kipattanó fejesből a kapus beleüt, nem tudja kiütni rendesen, mezőtösen kapujába. Már nézem, mit itt a csávó. Na, egy magyarra játszottunk. Mondom, az nem, hogy Szabi 17. És azt hitte nekünk, hogy mi jár.
jó volt tárba az utolsó gól, pici szerencsés volt, én ezt elismerem, tehát egy ilyen izé gólt, hogy kipatta, és talán még vissza tudom fejelni, és talán nem tudja kivéni a kapust, tehát elismerem ezt. De tényleg amúgy jól játszott, és hogyha látszak, hogy jól játszottál, már jó kis meccs volt, tehát sokáig azt hittem, hogy kiegyenlítesz. Az én szempontomból azt mondom, hogy szerencsére nem egyenlítették ki. Első meccs 4-3, az izgalmas volt, aztán 5-2, igen 4-3-ra vezetett az ellenfél 2-0-ra, felhoztuk 4-3-ra, aztán 5-2, 3-1, és ez a 3-1. Csapatot már ismeritek, ugye ez volt ez a 98-os összhangú 4, milyen felállás? 3-5-2, igen ez volt ez a Paulétás rekordbreakő Ronaldós csapat. Felszabadítjuk a sok helyet a transferen. Minden elment. Berábi 4008-ba. Kíváncsi vagyok, milyen fajta variációt fogunk kapni. Most nem nézek oda. Oké, nem kaphattuk a legszarabbat, mert kettő pakkunk van. Kettő variáció van, vagy egy megapak és egy 25k-s, vagy egy 5k-s és egy 50k-s, vagy egy 15 és egy 100k-s. Aztán ez a három variáció van. 50k-s, teljesen jó. Na, gótpak. Ebben nem várok semmit. És egy rare játékos. Ki ez? Zukánovics. 75-ös játékos. Hát ez a kettő mehet föl, ezt majd később fogjuk felrakni a transferre. Mi van még itt? Semmi érdemleges. És akkor nyissuk ki az 50k-s pakot. Van a Lightning rá, meg megnézem. Úristen, egy lehet nyitni. Ebben az Ultimate pakból egy darabot lehet még 22-6 percig. Ebből 10-et, ebből meg 20-at. Na, Rare Players pak. Ha nem dobzott ott, akkor minimum 84-es, hogy visszajön az ára. Hát már így is visszajött, szerintem, hogyha ami lesz benne, de ebből profit is. Na. Nem walkout. Ah. 82-es van benne. Szégyen. Ennyiért van ez a draft. Tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Alex voltam, sziasztok!